sztrájk vagy egyesség. A közoktatásban meglévő problémákat hajlandó a kormány orvosolni, de nem térnek vissza a 2010 előtti időszakra, nyilatkozta televíziónknak Minnai Győző, a Parlament Oktatási Bizottságának tagja. Fejlesztések a Berek kapujában. A Zöldváros projekt keretében 500 millió forintot költhet idén Vásárosnamény. A tavaly megrongálódott általános iskola helyreállítása pedig még ebben a hónapban elkezdődik. Korszerű kezelések új helyen. Az egyes belgyógyászat az új citromsárga épületben működik tovább a Nyíregyházi Tömbkórházban. Július 1-ével átalakulhat a Klebersberg intézmény fenntartó központ, amely 38 milliárd forint plusz forrást kapott feladatainak ellátására, ebből 17 milliárdot fennálló tartozásainak rendezésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Vinnai Győző, a Parlament Oktatási Bizottságának tagja, fideszes országgyűlési képviselő 35 perc című műsorunkban elmondta, a közoktatásban meglévő problémákat hajlandó a kormány orvosolni, de nem térnek vissza a 2010 előtti időszakra. 2010 előtt több eladósodott önkormányzat is volt, amely nem tudta az iskolák stabil működését biztosítani, és a szükséges fejlesztésekhez sem volt finanszírozás, mondta műsorunkban Vinnai Győző, aki hozzátette, a Klikket átalakítják, megvizsgálják működésében, milyen változtatásokra van szükség. Ha kell, anyagi forrást és irányítási jogkört is visszakaphatnak a jövőben az iskolák. Március végéig 17 milliárd forintot kap a Klik tartozásainak rendezésére. Hogy egy stabil működésre van szükség, de az iskolában a tanárokon és a gyerekeken múlik az, hogy milyen tudással jön neki, milyen kompetenciával, milyen készségekkel, hogy egyáltalán, ugye most vita van, hogy sok az óraszám, hogy csökkenteni kell a tananyagot. Ezen lehet vitatkozni. Én egyszerűen tudom ezt megfogalmazni. Önálló gondolkodásra nevele a 21. századi gazdasági társadalmi feltételeknek megfelelő készséget fejleszte az iskola. Én is azt mondom, hogy ezt kell fejleszteni. Magyarul a hogyan és mit tanítunk, ez a kulcskérdés. Erről lehet értelmes vitákat folytatni, hogy a magyar iskola csökkentse a családokból, mert nagyon sok hátrányos helyzetű család van, a családokból hozott hátrányt. A szakszervezetek követeléseikben szakmai reformokat is sürgetnek, a sztrájktól sem riadnak vissza. A tanulóknak a leterheltsége nem 21. századi az a megoldás, hogy már elsős, másodikos, harmadikos gyerekek heti 38-40 órát legyenek az iskolában, tanuljanak. Annyira megnövekedett a pedagógusnak az adminisztratív munkája, olyan felesleges statisztika, táblázatok egyik napról a másikra történő megszerkesztéséről van szó, ami által nem jut idő a gyerekekre. A kormány folytatni szeretné a tárgyalásokat a pedagógusokkal, hangsúlyozta Vinnai Győző. A tanfelügyeleti rendszer változtatásairól szóló rendeletmódosítás elkészült, ami kevesebb adminisztrációt jelent majd a tanároknak. Az oktatás tartalmi kérdéseinek megvitatására is nyitott az államtitkárság. Több mint 1,6 milliárd forintból gazdálkodik idén Vásárosnamény, tudtuk meg a város polgármesterétől. Filip Sándor televíziunknak elmondta, az úgynevezett Zöldváros projekt keretében 500 millió forintot költhet a település. A tervek szerint Kisvarsány felé kerékpárutat építenek, és uniós forrásból több tiszaparti turisztikai fejlesztés is megvalósulhat. A tavaly megrongálódott általános iskola helyreállítása pedig még ebben a hónapban elkezdődik. 50-60 millió forintos kár keletkezett a Vásárosnaményi Eötvös József általános iskola épületében egy pusztító vihar miatt tavaly júliusban. Az iskola egyik részének a tetőszerkezete teljes cserére vár. 5 tanterem használhatatlanná vált, így ezt a tanévet a szemközti művelődési házban töltötte 3 felső tagozatos osztály. A közbeszerzés nemrég lezárult, elkezdődik a helyreállítás. Tudom azt, hogy a Klik kicsit gyorsabban is intézhetett volna, de végre megtették azt, amit meg kellett, és e hónap közepén, reményeink szerint már jövő héten felvonul a kivitelező. Úgy értesültem erről, hogy a Nyíregyházi Kanevala cég fogja ezt építeni és helyrehozni, és reményeink szerint egy 2 hónapos munkát követően már a tanév befejezése előtt újra bírókba vehetik a tanulók ezt az 5 tantermet.
1 milliárd 667 millió forintból gazdálkodik idén Vásárosnemény. A költségvetési rendeletet februárban fogadta el a város. Tavaly jól gazdálkodtak, mondta el a polgármester, egy 138 milliós tartalékalapot tudtak áthozni erre az évre, az intézmények finanszírozása pedig stabil. A város fejlesztéseit uniós forrásokból tervezi. A turizmusfejlesztés ugye Vásárosnaménynak, a Berek szívének a sajátja, a saját ügye. Ebben szeretnénk egy jelentős szeretet kiszakítani a közös tortánkból, hiszen mindenki érdeke az, hogy Vásárosnaménynek továbbra is nagyon sokan látogassanak majd el, különösen a nyári időszakban jönnek a Tiszapartra, a Szilvafürdőbe. A zöldváros projektben 500 milliót szeretnének költeni, továbbá Kisvarsány felé 5 kilométernyi kerékpár utat is terveznek. Vásárosnamény 112 millió forint címzett állami támogatást kapott a Rózsafa utca fejlesztésére, Szilárd útalapra, járdákra, csatorna építésre költhetik ezt az összeget. A helyi adókból 250-300 milliós bevételre számíthat a város, és ebben az évben indul újra az Interspan, leghamarabb szeptembertől növelheti létszámát a faipari üzem. Jövő héten kezdődik a 471-es főút felújítása Nyírbogát és Nyírbátor között. A korszerűsítésről Simon Miklós országgyűlési képviselő és Kerezsi István nyírbátori fideszes önkormányzati képviselő beszélt egy nyíregyházi tájékoztatón. A politikusok elmondták, hogy azt a feladatot, amit a szocialisták 2002 és 2010 között elmulasztottak, ők most elvégzik. 1,9 milliárd forintból Nyírbogátnál egy, Nyírbátorban két körforgalom épül, a két település között pedig kiszélesítik a burkolatot. Nyírbátor belterületének a teljes felújítása megtörténik a 471-es főútvonal tekintetében, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem úgy járunk el, mint annak idején ők eljártak, hanem fontosnak tartottam, hogy Nyírbátor, ami az egyik legveszélyesebb terület a 471-es tekintetében, az felújításra kerül. Ma már könnyebben gyógyítható a hepatitis C, akár egyszerű tablettás kezeléssel, mondta el kérdésünkre a Józsa András Oktató Kórház egyes belgyógyászati osztályának vezetője. Szegedi László kiemelte, nem csak a gyógyítás és a kezelések, hanem a kórházi körülmények is fejlődtek Nyíregyházán. Az egyes számú belgyógyászat már új helyen működik a tömbkórházban. A nyíregyházi kórház új citromsárga színű tömbjében folytatja a gyógyító munkát az egyes belgyógyászat összes szakrendelése, az általános szakrendelés kivételével az továbbra is a régi helyén az STK épületében marad. Annak örülünk, hogy egy helyre kerültek ezek a szakrendelések, de azért egy kicsi zsúfoltsággal is jár ez. Annál is inkább a betegeknek még szokatlan az, hogy előjegyzés alapján érkezzenek, tehát mindenki már a reggeli órákban itt van, akinek 11 óra, 12-re van előjegyzése az is. Szokatlan még részben nekünk is, részben a betegeknek is a korszerű betegbehívó rendszer. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen dolgok, amik jó dolgok, és ezeket könnyű lesz megszokni. Az új tömbben rengetegen várakoznak nap, mint nap, a betegek már megújult környezetben, modern behívó rendszer segítségével tájékozódnak, hogy pontosan hova kell menniük, hol várják őket vizsgálatra. A tapasztalatok szerint egyre több a beteg a gastroenterológiai szakrendelésen és a fekvő beteg részlegen is, ám a korszerű gyógyító eszközöknek köszönhetően hatékonyabb az ellátás. A gastroenterológiában, elsősorban a gastroenterológián belül az endoszkópia, tehát az emésztőszerű tükrözéses vizsgálatok, illetve a májgyulladásoknak a kezelése a májgondozóban, tehát a hepatológián belül nagyon gyors és nagy fejlődés sem ment át, és hát ennek tudható az be, hogy most már a hepatitis C betegek gyakorlatilag nagyon relatíve könnyen gyógyítható tablettás kezelés formájában. Az új épületben 5 részlegen több mint 110 ágyon tudják fogadni a fekvőbetegeket, akik akár akadálymentesített kórtermekben is gyógyulhatnak. Költözött az infektológia is, amely ugyanúgy, mint a belgyógyászat, már a citromsárga színű tömbben érhető el.
Mintegy 10 millió forint értékű cigaretta szállítmánnyal menekült egy csempész a pénzügyőrök elől Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A sofőr az árut hátrahagyva próbált elmenekülni. A pénzügyőrök a 41-es számú főúton próbáltak megállítani egy személyautót, de a sofőr figyelmen kívül hagyva a megkülönböztető fény és hangjelzést nagy sebességgel tovább hajtott. A vezetőnek sikerült néhány pillanatra eltűnni az őt követő pénzügyőrök elől, ezt kihasználva az autót és a benne lévő 9000 doboz cigarettát hátrahagyva elmenekült. A NAV munkatársai a rendőrök segítségével a csempész keresésére indultak, valamint a közúti forgalmat is ellenőrizték. A menekülőt az egyik ellenőrzött gépkocsiban találták meg, térdig sárosan, cipőn nélkül. Mint kiderült, a csempész egy ismerősét hívta fel, aki felvette egy előre megbeszélt helyen. Az elfogott sofőr elismerte, hogy a hátrahagyott majd 10 millió forint értékű magyar adójegy nélküli cigarettát rejtő autót ő vezette. A pénzügyőrök a csempészárut és a gépjárművet lefoglalták, a sofőr ellen pedig orgazdaság elkövetése miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. A gyermekkori vesebetegségekről volt szó az idei Vesevilágnapon. A betegségről a folytatásban hallhatnak, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Ötödik meccsét követően is 100%-os ebben az évben a kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor együttese az NB2 keleti csoportjának 18. fordulójában 32-23-ra verte az Inárcs Örkény KC-t, és pontszámban beérte a második helyezett Kispestet a tabellán. Rendhagyó, egyben hagyományteremtő sportversenynek adott otthont a gyulaházi sportcsarnok, ahol épp és sérült fiatalokból összeállított vegyes csapatok mérték összetudásukat. A rendezvényen 6 intézmény diákjai vetélkedtek a különböző versenyszámokban. A gyermekkori vesebetegségekre fókuszáltak az idei Vesevilágnapon. Cselekedj időben, hogy megelőzd mottóval a közvélemény figyelmét szeretnék felhívni azokra a már fiatal korban kialakuló problémákra, amelyek vesekárosodáshoz vezethetnek. Országszerte különböző programokkal várták az érdeklődőket, Nyíregyházán például tájékoztató anyagokkal és személyes tanácsadással. 11 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre indították el a Vese Világnapját, de nem csak hazánkban, számos más országban is figyelemfelhívó rendezvényeket szerveznek. A vesebetegség ma már népbetegségnek számít, a világ lakosságának 14%-át, összesen 500 millió embert érint, közölte Szegedi János főorvos. Magyarországon ez a szám a 500 000-t is meghaladja. Fiatalkorban azok a hagyományos vesebetegségek, amik 20-30-50 évvel ezelőtt komoly problémát jelentettek, ma már ritkábban vannak. De sajnos egy a baj, a hipertónia, a diabétesz, az elhízás a fiataloknál is jelentkezik. És azt kell mondanunk, hogy a pubertáskori elhízás, a pubertáskori hipertónia, a pubertáskori diabétesz ma Magyarországon is komoly probléma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 településen is kezelik a vesebetegeket, összesen több, mint 370 főt. A vesebetegség az egy olyan betegség, sajnos, aminek nincsenek konkrét tünetei, tehát nem gondol az ember arra, hogy éppen, hogy veselégtelensége van, hogy nem működik jól a veséje. Magas vérnyomás, illetve cukorbetegség társul hozzá, illetve az a két legnagyobb rizikófaktor, amelyik kialakítja ezt a vesebetegséget, és ezzel kapcsolatban szeretnénk felvilágosítani az embereket. A rendezvényen orvosi előadások, ingyenes vérnyomás és vércukorszínmérés, tájékoztató anyagok és személyes tanácsadás is várta az érdeklődőket. Ma már a veseelégtelenséget is kezelik, tavaly pedig 343 veseátültetést végeztek Magyarországon. Ma úgy alakul, hogy az özbetegek mintegy 70-75-80%-a az idősebb korosztályból kerül ki. Nem egy esetben 90 év feletti betegeket is kezelünk. Természetesen, mivel a betegség hosszú, több évtizeden keresztül tartó, már fiatal korban is érdemes odafigyelni az első tünetekre. Mérsékelt sófogyasztással, rendszeres vérnyomás és vércukorszínméréssel a szakember szerint kiszűrhető a betegség. A Vesebetegek Egyesületének jelenleg 246 tagja van a megyében, gondozottakból, transzplantáltakból, illetve a legnagyobb részt dializált betegekből áll.
Ötödik meccsét követően is 100%-os ebben az évben a kisvárdai női kézilabda csapat. Rácz Sándor együttese az NB2 keleti csoportjának 18. fordulójában 32-23-ra verte az Inárcs Örkény KC-t, és pontszámban beérte a második helyezett Kispestet a tabellán. A két csapat formáját és a tabellán elfoglalt helyezését tekintve egyértelműen a hazai együttes volt a meccs esélyese, és a Kisvárda érvényesítette is a papírformát. Az első fél időt követően 9 góllal vezetett a házigazda, ami kissé kényelmessé is tette a csapatot, így a második játékrész döntetlennél zárult. Rácz Sándor szakmai igazgató a győzelemnek örült, annak viszont nem, hogy elmaradt a gólkülönbségjavítás. Kicsit röstelkedem, mert jól indult a meccs, látványos kontragólokat lőttünk, összességében 19 gyors gólt lőttünk, ebbe azt hiszem színvonalas és szinte akrobatikus gólok is voltak. Aztán ez az első félidei eredmény megfagyott a második félidőbe, kicsit szóvá is tettem hangosan a mérkőzés után, még a héten is beszéltünk erről. Utolértük igen az élvonalat, -1 és -3 gól különbség az előttünk pontokban vezetőktől. Ez is hiányzott nekünk. Talán alkalom lett volna ezeket a -3, -1 gólokat is behozni, de úgy gondolom, hogy nincs még itt vége, 8 meccs van előttünk. A Kisvárdai KC idén mind az 5 meccsét megnyerte, és legutóbbi győzelmével 10 meccsesen nyújtotta veretlenségi sorozatát Rácz Sándor együttese. Azt mondom, hogy mind az 5 meccset abszorválta a csapat, és aránylag magabiztos gólkülönbséggel, akkor azt mondom, hogy jó úton vagyunk. Azt is tudni kell, hogy most talán az alsóházzal találkoztunk, kivéve az első mérkőzést, ahol Kecskeméten voltunk. A java még hátra van. Erősödik a csapat, kristályosodik a csapat, tehát a játékosok eddig valamennyi mérkőzésen, aki hadrafogható volt, lehetőséget kapott. Volt, aki élt ezzel, volt, aki szűkül a repertoárt, csak mérsékelten tud támogatni bennünket. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját az Egri Eszterházi Főiskola csapata vezeti 32 ponttal, megelőzve az egyaránt 29 pontos Kispestet és Kisvárdát. A KKC legközelebb Hajdúnánáson lép pályára. Rendhagyó, egyben hagyományteremtő sportversenynek adott otthont a Gyulaházi Sportcsarnok, ahol épp és sérült fiatalokból összeállított vegyes csapatok mérték össze tudásukat. A rendezvényen 6 intézmény diákjai vetélkedtek a különböző versenyszámokban. Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már jelentős múltra tekintenek vissza az olyan sportrendezvények, amelyeken épp és mozgássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő fiatalok közösen vesznek részt. Magyarországon is volt már példa, hasonló az integrációt elősegítő sportversenyre, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont kedden rendezték az első ilyen vetélkedőt a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezésében. Nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és azt hiszem, hogy itt ez a legfontosabb, hogy ezt sikerült elérnünk, hogy együtt tudnak mozogni, egymásért tudnak mozogni, és együtt, az együtt játéknak az élmény azt hiszem, hogy nagyon sokat segít a sérült gyerekeknek is ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy a társadalomnak ők is egy ugyanolyan fontos részei, mint a nem sérült társaik. Úgyhogy szeretnénk ebből hagyományt csinálni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében már elkezdtük ezt korábban, amikor a díjátadó gálán is közösen díjaztuk a sérült, illetve az egészséges gyerekeket. Így meg most már a sportterén is teljesen egyként kezeljük őket, ennek egy azt hiszem nagyon komoly szimbóluma ez a mai rendezvény is. A versenyen 4 speciális oktatási intézmény diákjai mellett a Nyírkarászi és a Gyulaházi Általános Iskola tanulói vettek részt. A rendezők olyan feladatokat igyekeztek összeállítani, amelyek teljesítése nem okozhatott gondot a gyerekek számára. Testnevelő kollégáimmal egy váltóversenyt állítottunk össze, amely vegyes csapatokból volt. Együtt versenyeznek a sérült gyerekek az egészségesekkel, illetve ezt követően a focit nagyon várják, a foci az mindig népszerű. Ez a terem egyébként is híres arról, hogy nagyon sok jó futballmeccset játszottak már itt, utána egy futballmérkőzésre kerülsre, egy körmérkőzésre, aztán a vadonatúj pingpongasztalainkat felállítjuk az aulába, ahol asztali tenisz bajnokságot fogunk lebonyolítani, és mivel az időjárás kedvezőre fordult, ki tudunk menni a kinti gumipályán, pedig kosarazni fognak a gyerekek. Bár a különböző versenyszámoknak voltak győztesei, ez volt az a rendezvény, amelyen tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Július 1-ével átalakulhat a Klebersberg intézményfenntartó központ, amely 38 milliárd forint plusz forrást kapott feladatainak ellátására, ebből 17 milliárdot fennálló tartozásainak rendezésére. Vinnai Győző, a Parlament Oktatási Bizottságának tagja, fideszes országgyűlési képviselő 35 perc című műsorunkban elmondta, a közoktatásban meglévő problémákat hajlandó a kormány orvosolni, de nem térnek vissza a 2010 előtti időszakra. Több mint 1,6 milliárd forintból gazdálkodik idén Vásárosnamény, tudtuk meg a város polgármesterétől. Az úgynevezett zöldváros projekt keretében 500 millió forintot költhet a település, a tavaly megrongálódott általános iskola helyreállítása pedig még ebben a hónapban elkezdődik. Ma már könnyebben gyógyítható a hepatitis C, akár egyszerű tablettás kezeléssel, mondta el kérdésünkre a József András Oktató Kórház egyes számú belgyógyászati osztályának vezetője. Szegedi László kiemelte, nem csak a gyógyítás és a kezelések, hanem a kórházi körülmények is fejlődtek Nyíregyházán. Az egyes belgyógyászat már új helyen működik a Tömb kórházban. A Kölcsei Televízió iradóját látták csütörtökön, friss hírekkel holnap este is várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. A tőlünk északra elhelyezkedő anticiklon peremén a Kárpát-medence fölé péntek estig változó, de többnyire nagy nedvesség tartalmú, míg viszonylag enyhe levegő érkezik. Éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, helyenként előfordulhat eső, záporeső. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhős idő lesz a jellemző, de helyenként hosszabb, rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban kissé változékony, sokfelé szeles időre van kilátás. Szombaton eleinte még sok lesz felettünk a felhő, később a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett gomoly felhők képződnek. A hétvégén szorványosan alakul ki záporeső, nyugaton, délnyugaton nagyobb, keleten, északkeleten kisebb eséllyel. A jövő hét elején is csak elszórtan valószínű záporeső, de a hegyekben hózápor is előfordulhat. Kissé erősödik az éjszakai lehűlés, helyenként, hajnalonként fagyni fog. A maximum hőmérséklet általában a sok évi átlag közelében várható.